Kisbiskei Zsolt családjával Kevi területén 40 hektár földet művel. Ebből van, ami sajátja, van, amit csak bérel. A programra jó lehetőségként tekint, kapcsolható eszközökre lenne szüksége. Gondolkoztunk egy nehéz tárcsán, ami sokba segíti pláne az őszi vetéseket, mostan már 2 évbe tárcsázottba vettük buzát is az árpát, és eddig kölcsön kellett tudja kérni a szérszámot, most megpróbálnánk, hát ha sikerülne saját gépet, saját tárcsát pályáznunk és megvenni. A községben a mezőgazdasági kisvállalkozók pontos száma nem ismert, de sokan foglalkoznak földműveléssel. A bejegyzett gazdasági tevékenységet folytatók száma 700-ra tehető. Ebből közel 200 nagyobb gazdaság és több munkást foglalkoztat, 500 vállalkozás pedig 1-2 munkással dolgozik, mondta Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere. Ezek a vállalkozások úgy hiszem, hogy jelen pillanatban is, a jövőben is, azt hiszem, a nagyobb vállalatok mellett fő húzó ereje tudnak lenni a gazdaságnak, és hát az önkormányzat is igyekszik segíteni, és hát ez, ami most van pályázat Magyarországon, az is egy lehetőséget fog biztosítani majd ezeknek a vállalkozásoknak. A gazdaságfejlesztési pályázatok kevibeli ismertetőire sokan eljöttek. A jelenlévők több kérdést is feltettek. Meg akartak arról bizonyosodni, hogy tényleg kell-e magyar és szerb állampolgárság, és természetesen válasz az volt, hogy igen, ugyanis az egy alapvető feltétele a pályázási lehetőségnek. A másik érdekes kérdés az jószágokkal kapcsolatban volt, hogy kell-e pedigré, igen kell, és igen ki lehet venni. A pályázat több körből áll, ezek mindegyikét 2016 és 2018 között bonyolítják le.